Nagy Vince, a szálasi perügyésze vádbeszédében azt a többszörösen is félrevezető költői kérdést tette fel, hogy nem a kattini és ausvici SSZ legények ősei voltak ezek a barbár germánok, akiknek a szadista vadságuk a későbbi német kultúra, a Schillerek, Göték és a Thomas Mannok víznak is kultúrrétege alatt sikerült átörökíteni a késői utódokra. Szerusztok, Ungvári Krisztián vagyok, és ebben az adásban Katyinról, a véres sövezetről, és a Katyini történet máig tartó útó életéről lesz szó. Ez azért is fontos kérdés, mert hogy a közhiedelemmel ellentétben, már amennyiben a közhiedelem kacsinról igazából tud, ez a kérdés mind a mai napig nem teljesen megoldott. Mind a mai napig vannak tömegsírok, amelyeket nem exhumáltak, nem tártak fel. Arról ne is beszéljünk, hogy az áldozatokat mind a mai napig nem kárpótolták katyin, mint szimbólum természetesen egy komplex történetre utal, a lengyel tisztek megilkolására 1940 tavaszán. Ezek a lengyel tisztek azok, akik a hitler stalin paktum következtében a szovjet fogságba kerültek, ahol azonban ők nem kapták meg a hivatalos hadifogó státuszt, és különböző táborokban tartották fogva őket. A három legfontosabb tábor, Kozelsk, Starobelsk és Osztaskov, de máshogy is voltak, nem csak tisztek egyébként, hanem rendőrök, bírák, a lengyel államiság különböző képviselői, akiket a kommunista titkosszolgálat veszélyes ellenséges elemnek minősített, és pedig nem azért, amit tettek, hanem önmagában az osztályhelyzetük miatt. Összesen 25700 olyan szeméről tudunk, akiket végül is ilyen alapon koncentrációs táborba zártak, 97%-uk volt lengyel nemzetiségű, jelentős részük egyébként polgári személy volt, bocsánat, 97%-uk volt lengyel nemzetiségű, a tisztek nagy része pedig tartalékos tiszt volt, és érdekes módon körbelül 10%-uk zsidóvallásnak minősült. A szovjet belügyi szervek kezdettől fogva igyekeztek ezt a populációt valahogy eliminálni, megsemmisíteni, és ezért először megpróbáltak kiagatások útján bizonyítékokat szerezni arra, hogy az érintettek kémek, szabotőrök, a szovjet nép ellenségei, és mindenféle vizsgálati dossziét próbáltak összeállítani, azonban a hosszas nyomozó munka igazából nem hozott eredményt. Pontosabban hozott, mert azt Lavrentyin Pavlovics Berijának és társainak, akik a Szovjet titkosszolgálatot vezették, egyértelművé tette, hogy ezek az emberek nem kompatibilisek a kommunista ideológiával. Töreléküket tudták a táborba csak beszervezni. A táboron belül, annak ellenére, hogy a szovjet fél mindent megtett, hogy az életük nehéz legyen, saját önkormányzatuk volt, hordták az egyenruhájukat. Holták a lengyel nemzeti elképeiket, isten tartottak, és egy kis Lengyelországot testesítettek meg egy kommunista diktatúra kellős közepén. Ezért aztán, miután a szovjet fél feladta azokat a reményeit is, hogy itt bárkit át tudna nevelni, illetve külön individuális ítéletekkel el tudna ítélni, Beria, a szovjet titkosszolgálat vezetője 1940. március 5-én végül egy javaslatot készített, amely szerint ezeket a lengyel személyeket meg kell semmisíteni, halára kell úgymond ítélni, de nem bírói úton. Ez egy nagyon fontos része ennek a történetnek, hanem az úgynevezett trojkák által. A trojka, a szovjet jog egy sajátos vetülete. Azt jelenti, hogy három személy, egy ügyész, egy pártitkár és egy állambiztonsági tiszt összeül, megnézi az illetőről készített dokumentumokat, és ezek után dönt a halál vagy élet kérdéséről. Egy személyre általában a trojkák a nagy terror idején, alatt, 1937-38-ban sem fordítottak néhány percnél több időt, kihallgatás, védekezés, semmi ilyesmi nem létezett ezekben az eljárásokban, és a Kacsini ügyben pedig a trojkák igazából az aláíró gépen kívül semmilyen más feladatot nem is láttak el. Ez az előterjesztést, ami tehát osztály alapon kollektíve ítélt halára a több mint 25 ezer embert, megkapta Stálin és a politikai bizottság tagjai, és mindegyikük ezt jóvá hagyta, aláírta. Mondjuk el csak a neveket, hogy emlékezzünk erre, kik voltak a fő felelősei ennek az akciónak Stalin és Beria mellett. Jaceslav Molotov, aki később ugye külügyi nép biztos lesz, Kliment Vorosilov, aki a a szovjet fegyveres erő parancsnoka, Mikoyan Kaganovics és Kalinyin, aki a Szovjetunió elnöki tanácsának az elnöke. Hozzáteszem, az érintettek közül kettőnek is a feleségét egyébként Sztálin letartóztatta, és a gulágra küldtek később. A Kacsinnal kapcsolatos politikai döntéshozatal egyáltalán nem maradt titokban. Azokból az iratokból, amelyeket ismerünk, tudjuk, hogy legalább 41 magasrangú szovjet tisztviselő volt beavatva magába a döntéshozatali folyamatban. Magukat a gyilkosságokat 1940. április 3 és május 22-e között követték el decentralizáltan több különböző helyszínen. Ezekből a helyszínekből egyébként máig nem ismerjük az összeset, csupán a nagyobbakat, és a nagyobbakból is igazából azokat ismerjük jól, amelyek olyan országok területén fekszenek, ahol a az orosz titkos szolgálat nem tud zavartanul tevékenykedni, tehát például a fehér országi helyszínek egy része nem megközelíthető. Eddig legalább öt tömeggyilkosság helyszínt sikerült konkrétan tehát azonosítani magát. Katyint, Bikovinát Kiev mellett, Kuropatit Minsk mellett, Harkovnál és Kalinyinnál is tömegsírokat. Maguk a tömegsírok azonban egyáltalán nem egyszerűen azonosíthatóak be, és ennek a véres övezet az oka. Mi is a véres övezet? Az az övezet, ahol a náci és a kommunista diktatúra a legdurvább módon tombolt 1929 és 1953 között. Úgy kell ezt elképzelni bizonyos értelemben, mint Tróját, ahol különböző szintjei vannak a trójai várnak, és Liman, aki Tróját ásatta, meg szerette volna találni azt a szintjét is Trójának, ami igazából a legendának a centrumában van. A véres ezeket a szinteket a tömegsírok jelentik. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy ki, mikor, hol gyilkolt, de ezek a gyilkosságok egymással rakódva, egymás mellett helyezkednek el, és nagyon könnyen összekeverhetőek, és ez tette aztán a későbbiekben igencsak nehézé Katyin feldolgozását és Katyin emlékezetét. Maguk a tettesek egyébként német fegyverre hajtották végre a kivégzéseket a Walter pisztolyjal, aminek a lőszere egy 7,65 mm-es lövedék volt, ezt Németországban gyártották, és az NKVD tettesek azért szerették, mert szembe a Nagant pisztolyjal sokkal megbízhatóbb volt. A kivitelezést úgy kell elképzelni, hogy egy ember általában pisztolyjal közelről naponta 250-300 lengyel áldozatot gyilkolt meg. A legismertebb tömeggyilkos, Vasili Blohin először napi 300-at vállalt, majd aztán szembesülve azzal, hogy ez micsoda munka, lecsökkentette a kötelező penzumot 250-re. Hozzáteszem, Blohin volt a leghíresebb tömeggyilkos annyiból, hogy Iszák Bábeltől kezdve a Szovjetunió prominenseinek jelentős részét személyesen ő végezte ki. Ezek a kivégzések mindent nélkülöztek, ami egy jogi eljárásnál egyáltalán szükséges. Amint mondtam, nem volt se kihallgatás, se rendes vádirat az égvilágon semmi, és az áldozatot az utolsó pillanatig bizonytalanságban hagyták arról, hogy milyen sors is vár rá. Érdekes összehasonlítani az egész kivégzés sorozatot úgymond technikailag a nácik kivégzéseivel. Amikor a nácik végeztek ki embereket, sokszor ezt furcsa módon szakszerűtlenül tették. Pedig azt gondolná az ember, hogy ott erre mégiscsak volt valamilyen gyakorlat. A tömegsírokból rendszeresen kimásztak csak sérült vagy sokkot kapott emberek. A tömegsírokhoz való úton adott esetben a vonatokról kidobáltak cédulákat, és ezekből a cédulákból folyamatosan tudott értesülni a külvilág arról, hogy kik is vannak azokban a transportokban. A Kacsini akció esetében egyetlen egy túlélőt se ismerünk, aki a tömegsírokból ki tudott volna mászni, és egyetlen egy olyan hír se került a kivégzés ideje alatt nyilvánosságra, amiből bármit is meg tudott volna a világ. Magának a kivégzés sorozatnak két magyar vonatkozású áldozata is van. Az egyik neve alapján is magyar korompai Emmanuel, akinek három lányából kettőt a nácik végeztek ki, és a feleségét is, tehát egy lengyel család igazából ezzel a történettel, illetve Oszkár Rudolf Künel, akinek családja Magyarországról származott, ő azonban már Lengyelországban született, és magát német neve ellenére a lengyel nemzet tagjának tartotta. Katyin kapcsán azonban egy túlélő bizonyos szempontból mégis akadt. A túlélő természetesen nem látta magát a tömegsírt nem látta magát a tömeggyilkosságot, azonban benne volt az egyik transportban, és közvetlenül a transport tagjainak meggyilkolás előtt állították őt félre, és vitték el, és pedig azért, mert Stanislav Svjanjevic túlélőről azt feltételezte az NKVD, hogy mivel egyébként közgazdász és Németország gazdaságával foglalkozott, Fontos adatok birtokába lehet esetleg arról, hogy a német hadigépezet mozgósítása, a katonai gyártás hogy néz ki, és ezért ki akarták még hallgatni, és így ő el tudta kerülni társainak rettenetes sorsát. 1941. június 22-én a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót. Ezt követően a véresövezetben tömeggyilkosságok sorozata indult meg pontosabban, tömeggyilkosságok sorozata folytatódott, ugyanis a tömeggyilkosságok először a sztálini Szovjetunióba kezdődtek, az 1937-38 közötti nagy terror például tömegsírokkal borította be az egész területet, és az egyik akció, az úgynevezett lengyel akció, ami bizonyos szempontból Katyin előzménye, ez majdnem százezer halálos áldozatot követelt, és itt érdemes megemlíteni, hogy egy a Szovjetunióban élő lengyelnek 40-szer akkora esélye volt arra, hogy meggyilkolják, mint egy Szovjetunióban élő orosznak. Ezeknek az akcióknak tehát volt egy egyértelmű nemzetiségi jellege, és természetesen volt egy egyértelműen megfogalmazott osztály szempontú is. Az 1941-es tömeggyilkosságok a szovjet fél tetteivel kezdődnek. A szovjet titkosszolgálat ugyanis arról hozott döntést, hogy minden olyan foglyot, akit nem lehet evakuálni, vagy evakuálása kockázatos a börtönökből, azt a helyszínen ki kell végezni. Ennek következtében néhány hét alatt a Szovjetunió nyugati területein több mint 40 ezer ember gyilkoltak meg a börtönökben. Ezek az emberek kis részben köztörvényes, nagy részben politikai bűncselekmények miatt lettek letartóztatva, de van, aki mondjuk csak egy kísértékű lopásért, van, aki egy feltételezett cselekedetért, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a nagy részük szintiszta ártatlan volt. A tömeggyilkosságok azonban egyáltalán nem maradtak felfedezetlenül, ugyanis ebben az esetben a német csapatok adott esetben a gyilkosság elkövetése utáni napon már megjelentek a helyszínen. Mindezt magyar csapatok is láthatták Galiciában, ugyanis minden városban történt szinte ilyen kivégzés, és ez vezetett aztán ahhoz a horror turizmushoz is, amiben nagyon sok német és magyar katona is részt vett, aki ezeket a helyszíneket fotózta. És ezek után történik a második tömeggyilkosság sorozat, amikor részben a helyi lakosság pogromot indít a feltételezett tettesekkel szemben, amit egyébként a helyi náci érzelmű lakosok, plusz még a német enzázgruppék, azaz kivégzési csoportok arra használnak fel, hogy zsidó ellenes pogromokat rendezzenek. Ennek következtében valóságos népünnepélyeket szerveztek azért, hogy a frissen fellelt tömegsírok mellett adott esetben zsidókat is gyilkoljanak meg, és erről egészen megdöbbentő fénykép felvételek maradtak az utókorra. A korabeli náci propaganda természetesen a legnagyobb örömmel használta azokat a fotókat, amik a 41-es tömeggyilkosságokról szóltak. Magáról Kacsinról ekkor azonban még nem esett szó, annak ellenére nem, hogy 1941-ben, amikor Smolensk térségét is elérték a német csapatok, a helyi lakossága az ottani német tábori csendőrségnek már akkor is beszámolt arról, hogy itt nagyon furcsa dolgok történtek. Német nyomozás azonban csak 1942-ben indult meg, de igazán 1943. februárjától, amikor a német titkos tábori csendőrség elkezdett tanukat kialgatni, és szovjet hadifoglyokkal neki kezdett annak is, hogy kiássa a tömegsírokat. A Katyini helyszín úgymond hivatalos felfedezése 1943. április 9-én történt, ugyanis a német propaganda felfedezte, hogy egy óriási lehetőséget kapott ezzel, annak érdekében, hogy például rombolja a londoni emigráns lengyel kormány és a Szovjetunió viszonyát, illetve egyáltalán, hogy az antibolsovista propagandát hitelesebbé tegye. Éppen ezért a német propaganda vezető József Goebbels arról hozott döntést, hogy a Kacsini ügyet a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt kell megmutatni, és annak érdekében, hogy hitelesítse ezt, hiszen a német férről elég sokan tudták, hogy szintén tömeggyilkosságok elkövetője, Göbelsz döntést hozott arról is, hogy lehetőleg független, semleges országok képviselői is nézzék meg a helyszínt, plusz még a lengyel társadalom több tagját is vigyék el, megmutatni a tömegsírokra hoz. Így került sor a Nemzetközi Orvosbizottság felállítására, amiben meghívtak különböző országokból embereket, de végül is csak 12 tag vállalta el, plusz egy svájci, aki magánszemélyként utazott el Katyinba. Érdekes módon például a spanyol patológus, aki erre meghívást kapott, útközben meggondolta magát és visszautazott Spanyolországba. Ennek nyilvánvaló politikai okai voltak, ugyanis a hadviselő felek, azaz a Szovjetunió, de emellett az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia ekkor egyáltalán nem tartotta érdekének, hogy Kacsinról szó essen, miközben arról, hogy itt valami történt, Erről 1940 óta lehetett tudni, és pedig azért, mert hogy ez a 25 ezer ember, aki nyomtanul eltűnt, az rendelkezett családdal, feleséggel, gyerekekkel, hozzátartozókkal, akiket a szovjetek és a németek nem mind gyilkoltak meg, sőt, akiknek a hozzátartozói nagy részt életben maradtak. És keresték az érintetteket, akikkel ráadásul a táborokban egészen 1940 tavaszáig adott esetben levelezési kapcsolatban is voltak. A szovjet fél viszont 1940 után folyamatosan kitérő válaszokat adott, hogy hát őket nem lehet találni, elmentek Manzsúriába, megszöktek, nem tudjuk hol vannak. Az, hogy ez egy átlátszó szöveg, ezt a londoni lengyel emigráns kormány kezdettől fogva sejtette, de politikai jogból nem nagyon tehetett ellene. A Nemzetközi Orvos Bizottság egy nagyon fontos szerv volt, és ennek vezetője Orsós Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egy különösen érdekes személy. Orsóst azért választotta ez a bizottság elnöknek, mert kiválóan értett egyszerre németül is, és oroszul is, emellett egy nagyon ismert patológus volt, a tagok mindegyike szakmájának művelője volt, és emellett, ami érdekes, hogy például a Dán orvos nem mellesleg a Dán ellenállás, fegyveres ellenállás tagjaként később német ellenes merényleteket is követett el, és a németek pont azért nem végezték ki, miután elfogták, mert hogy mivel Katyni ügyről tudott, ez a tudása mentette őt meg ekkor. Ugyanis a német fél tudta, hogy a tanúkon fog múlni az, hogy elhiszik-e azt, ami történt, vagy sem. A Nemzetközi Orvoscsoport egyértelmű eredményekre jutott, megállapították különböző vizsgálatokból, a feltalált tárgyakból, naplókból, a sírok fölött található növényzetből, valamint a, ö, a felboncolt holtestek állapotából, abból, hogy a bőrükön nem voltak például rovarcsípések, hogy a gyilkosság melyik évben és ezen az éven belül milyen évszakban történt, tehát tulajdonképpen egy hónapra be tudták korlátozni az eseménynek a megtörténtét. Azt, hogy ki az elkövető, a, bíró, a bizottság nyíltan nem mondta ki, de hát teljesen egyértelmű volt a helyszínből, és a holtestekből, hogy az elkövetők csak is a szovjetek lehetnek. Ezek után a bizottság tagjai különböző stratégiát folytattak. Volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy csak a leírt szöveg az egyetlen, amit erről elmond, mások azt is vállalták, például a bizottság cseh takja, hogy előadásokat tartanak Kátyinról, így Orsós Ferenc is erről többször beszélt széles nyilvánosság előtt. Nem sokkal később egyébként Katyin után egy újabb tömegsírt fedeztek fel Vinyica mellett. A Vinyica ügy aztán szintén széles nyilvánosságot kapott a náci propagandának köszönhetően, azonban a vinyicai tömegsírok már nem legyen tiszteket, hanem a szovjet nagy terrorra alatt meggyilkolt személyeket tartalmaztak. Összesen 9432 halottat exhumáltak ezekből a és sírokból, és itt is ugyanúgy patológusok boncoltak, bizonyítottak, hogy a halottak 1941 előtt hunytak el. A Katyini Erdőben címmel pedig 1943 végén egy film is készült. Ezt a filmet azonban a náci propaganda érdekes módon nem mutatta be a német állampolgárok előtt, csak olyanok nézhették meg, akik megszállt területeken laktak, illetve akik nem németek voltak, és pedig azért, mert Göbbels tartott attól, hogy itt a nézőkbe keverednek, keveredhetnek bizonyos információk, amelyeket más forrásból tudnak meg. A szovjet fél természetesen rögtön az elején mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a történetet hiteltelenítse. Erre aztán elég jó módja is lett, ugyanis a szovjet csapatok hamarosan visszafoglalták Smolensk térségét, és akkor megjelent itt egy szovjet orvoscsoport is, amely természetesen bebizonyította azt, hogy a gyilkosságokat a németek követték el, egyébként is német lőszer található itt. És a háború után a szovjet titkosszolgálat mindent megtett annak érdekében, hogy az összes Katyinnal kapcsolatos információ tudó embert begyűjtse, és vallomása visszavonására vegye rá. Így ez történt a cseh, a, és a, így ez történt a cse és a bolgár patológussal is, aki nem tudta elkerülni a szovjet szervekkel való találkozást. Budapesten konkrétan egy hajtóvarászat indult azért, mert a szovjet titkosszolgálat azt sejtette, hogy a svéd követségen egy Katyinnal kapcsolatos dokumentáció is lehet. Könnyen valószínűsíthető, hogy Wallenberg problémáit is részben ez okozhatta. Minden esetre mindenkit, aki Budapesten tudhatott Kacsinról, azt az NKVD megpróbált azonnal begyűjteni. A Kacsini történetnek egy szomorú mellékszála, hogy Orsos Ferenc, aki ennek a sztorinak az egyik főszereplője, nem egy problémamentes ember volt. Orsos Ferenc emellett 1944. októberre után a nyilas hatalomátvételt követően azt mondta, hogy lőjék a zsidókat, a Dunában nincs szükség nekünk egy újabb kátyinra. Ebből a kijelentésből is látszik, hogy az emberi jogok harcosaként Orsos Ferenc nem értékelhető, és pont ez volt az, ami miatt egyébként a Magyar Tudományos Akadémiai Tagságát is 1945 után elvesztette. Életét azonban nem, mert volt annyi esze, hogy ne térjen vissza Magyarországra, hanem a nyugati emigrációt választotta. A szovjet fél 1943-ban részben a Katyni ügyek miatt hozta létre az úgynevezett rendkívüli állami bizottságot. Ennek a bizottságnak hivatalosan az volt a feladat, hogy a náci rémtetteket dokumentálja és a háború utáni kárpótlási, kártérítési tárgyalásokhoz szolgáltasson úgynevezett dokumentációt. A történet rettenetesen összetett, mert a nácik tényleg tömeggyilkosságok sorozatát követték el, az emberi jogokat lábbal tiporták, a Szovjetuniót kifosztották. Ezért a bizottság természetesen reális jogsértésekről és eseményekről is fel tudott venni adatokat. Azonban nem ez volt igazából a lényeg. A politikai cél a Katyini ügy diszkreditálása volt, így érdekes módon rögtön születtek olyan német vallomástevők, akik bevallották, hogy ők követték el a Katyini tömeggyilkosságokat, és hogy a dolog még zavarosabb legyen, egy fehér orosz falut, amit Hátinnak hívnak, majdnem ugyanúgy írják egyébként, aztán a szovjet emlékezett politika központi kérdésé emelt. Háthint ugyanis tényleg egy partizán ellenes hadművelet kapcsán a náci csapatok a földeltették egyenlővé, és az összes lakosát meggyilkolták. Ezek az akciók Természetesen arra jók voltak, hogy a Vasfüggöny innen ső részén mindenkit elnémítsanak. Nagy-Britannia és az USA egy darabig hallgatott. Így a nőmegi nemzetközi per során azok a próbálkozások német oldalról, amik a Katyini ügy bevonását is szolgálmazták, ezek nem jutottak sikerre, és Nagy-Britannia egészen az 50-es évek elejéig minden ezzel kapcsolatos ügyet hárítani tudott. Az igazságot azonban nem lehetett hosszú távon feltartani. Az USA-ban és másutt is egyre több olyan beszámoló jelent meg, ami nyilvánvalóvá tette, hogy ez a Katyini ügy, mint olyan a szovjet történelem egyik egészen sötét fejezete. A Szovjetunióban természetesen készültek erről már akkor is, tehát úgy értem 1943 előtt és 1943 után is dokumentációk, és ezek a első számú szovjet államtitkokhoz tartoztak, amelyeket Stálin után egy külön szévbe őrizve csak mindenkor illetékes pártfőtitkár ismerhetett meg, és egyébként ezt a aláírásával is igazolta. Kacsinról, mint a lengyel nemzet legnagyobb tragédiájáról, természetesen a lengyel lakosság tudta a legtöbbet. Annak ellenére, hogy ez egy egészen szigorú tabu volt, a tabut azonban, ahogy Magyarországon se 1956-ot nem lehetett a végletekig elfolytani. 1989-ben Wojciech Jaruzelski, aki a lengyel pártfőtitkár volt, csak azzal az ígérettel volt hajlandó a Szovjetunióba látogatni, hogy Gorbacsov pártfőtitkár el fogja ismerni azt, hogy a Katini tömeggyilkosságot a Szovjetunió titkosszolgálata követte el. Gorbacsov pedig már 87-ben érezte, hogy ez az egész történet nem tartható fel, már csak azért sem, mert hogy amennyiben ők nem ismerik el magát a történelmi tényt, akkor állandóan nem csak az NKVD-t, hanem magát a Szovjetunió kommunista pártját fogják ezzel az ügyel vádolni, ami számára is egy kínos politikai következmény lett volna. Így a Szovjetunió 1989-90-től beismerte ugyanúgy, ahogy a hitler stalin paktumot, a Katyni tömeggyilkosságot is. És 1990 után egy hosszas nyomozás is indult az Szovjetunióba, pontosabban Oroszországba. Ez a nyomozás egészen 2004-ig tartott. Ez a vizsgálat mind a mai napig szigorúan államtitoknak minősül, bizonyos részeit kivéve, amelyek nem annyira lényegesek. És azért rendkívül fontos, mert ekkor még éltek nem csak szemtanúk, hanem elkövetők, azaz tömeggyilkosok is, így például Dmitri Takarev, akit az FSB, azaz a mostani orosz titkosszolgálat, mind a mai napig nemzeti hősként ünnepel, és 2008-ban is így írtak róla. Ez önmagában sokat elárul egyébként erről az országról. A gyilkosságok beismerése azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy Oroszország kárpótolta is az áldozatokat. Ez mind a mai napig nem történt meg. Az orosz bíróság ugyanis azt a faramú ítéletet hozta, hogy csak maguk a sértettek azok, akik kárpótási követelésekkel léphetnek fel, a rokonaik nem. Ami hát meglehetősen furcsa elvárás olyan sértettekről, akik konkrétan gyilkosság áldozatai lesznek. Miután az áldozatok hozzátartoző nyilatkozatot adtak ki arról, hogy nem kívánnak anyagi kárpótlást, csupán szeretnék megismerni azokat a dokumentumokat, amelyet az orosz titkosszagált államtitoknak minősített, több per is indult ebben, részt vett a ma már gyakorlatilag betiltott orosz Memoriál Egyesület és számos más személy is. Azonban ezek a perek végül azzal jártak, hogy az orosz legfelsőbb katonai bíróság határozatban mondta ki, hogy nem kötelessége államtitkokat nyilvánosságra hozni csak azért, mert ez az áldozatok hozzátartozóit érdekli. Érdemes ezt így végig gondolnunk. Ez nem évtizedekkel ezelőtt történt, hanem gyakorlatilag tegnap előtt. Abban az országban, amelynek külügyminisztere barátság érdemrendet ad a mai magyar külügyminiszternek. A történet mind a mai napig nem jutott nyugvópontra, és egészen az Európai Jogok Emberi Bíróságáig tartanak a hullámai ennek, amely végül megállapította azt, hogy az orosz hatóságok nem jártak el ebben az ügyben korrekten, azonban ezt az ítéletet nem tudták igazából Oroszországgal szemben érvényesíteni, amin a mai helyzetet ismerve nem is csodálkozhatunk. Végül marad ennek az egész kérdésnek az értékelése. Mi is történt Katimban? Ez egy nagyon fontos dolog, és messze túlmutat magának, annak a 25 ezer embernek a halálán. Ugyanis, ha azt mondjuk, hogy népírtás történt, akkor az nem évül el. Ha azt mondjuk, hogy osztálygyilkosság történt, akkor ezt a tragédiát arra a szintre rakjuk, ahhoz hasonló szintre rakjuk, amit a nácik el a származásuk miatt üldözött csoportokkal szemben. És hogyha azt mondjuk, hogy háborús bűncselekmény, akkor se évül el a magyar jog szerint, az orosz fél ezt azonban másképp látja, illetve mondhatjuk azt is, hogy hát itt túlkapások történtek. Oroszországban mind a mai napig ezt a legutolsó kategóriába sorolják. Ha megnézzük magát a döntéshozatart. Ami alapján a felelős szovjet politikusok erről döntést hoztak, akkor egyértelművé válik, hogy semmi szerepe nem volt az érintett személyes, egyéni viselkedésének, csupán az osztályhelyzete volt az, ami miatt neki meg kellett halnia. Ez egy elég fontos tanulság akkor, hogyha a kommunizmus felelősségét és bűncselekményeit kívánjuk történelmileg értékelni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket! Следующий. Так, фамилия, имя, отчество, армейский чин, документ генерала. 2005. március 11-én az orosz legfőbb katonai ügyészség hivatalosan is kijelentette, hogy nincs semmiféle alapja annak, hogy a katyini gyilkosságokat népírtásnak nyilvánítsák. 2010. novemberében a Duma nyilatkozatot adott ki, melyben elítélte a mészárlást, és Sztálint nevezte meg felelőssének.